Ez itt a napunk Newsfilter 2023. március 23-ai kiadása. A híreket ma Sánta Szilárd válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Klúz tagadja, de ez bizony pofárás is volt Brüsszelben. Majdnem a lakosság fele úgy véli, az ukrán menekültek miatt rosszabb hely lesz az ország. Magyarország biztonságos hely Putyinnak. Martin Klusz a külügyminisztérium volt államtitkára, korábbi SZSZ-es politikus, jelenleg parlamenti képviselő. Bárhonnan is nézzük, hatalmas szégyent hozott az országra. Olyan kudarcot sikerült összehozni a Brüsszelben, amit előtte még senkinek. Ám egy mai interjúban előadta: Nem érti, miért beszél mindenki bukásról. Szlovákia régóta küzd azzal a problémával, hogy az uniós intézményekbe megfelelő szakértelemmel, végzettséggel és nyelvtudással rendelkező személyeket küldjön. A tegnapi eset azonban külön fejezetet kap majd a -e kudarc sorozatban. Kluszt szerda este hallgatta meg az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága. A jelölt olyan gyatrán szerepelt, hogy a bizottság nem javasolta, hogy az európai számvevőszék tagja legyen. Húszan ellene szavaztak, hárman tartózkodtak, és senki sem támogatta. A 23 jelenlevő bizottsági tagból tehát egyetlen egy sem találta megfelelőnek a szlovák jelölt szakképesítését és hozzáértését. A számvevőszék az unió fontos szerve, amely afelett bábáskodik, hogy az adófizetők pénzét jogszerűen használják-e fel az EU intézményei. Éppen ezért a számvevőszék tagjai magasan kvalifikált, tapasztalt jelentkezőkből kerülnek ki. Klusznak sem megfelelő végzettsége, sem ilyen irányú tapasztalata nincs. A politológus végzettségű Klusznak pénzügyi és könyvvizsgálói tapasztalatai nincsenek. Ezt rögtön kiszúrta a bizottság is. Ám a felsőt jelölt ma egészen meglepő magyarázattal indokolta a tegnapi nulla támogató szavazatot. Megtalálta és meg is nevezte a felelőst. Richard Szulikot. Klusz szerint politikai alkukeretében keretében döntöttek arról, hogy őt elkaszálják. Az egészet a volt pártfőnöke Szulik szervezte meg, bosszúból, amiért szakított a párttal. A liberálisok elnöke elérte, hogy más politikai családok tagjai is ellene szavaztak, Véli Klusz. Ha el is tekintünk attól az abszurditástól, hogy mindenkit sikerült meggyőzni, hogy szavazzon a jelölt ellen, az mellett nem mehetünk el, hogy Kluszból mindennemű önreflexió hiányzott a saját teljesítményével kapcsolatban. Szerinte ő nem vallott szégyent. A bizottság, a szakma és az ország ezt másképp látja. Máshogy látta ezt az Uzana Csaputová köztársasági elnök is, aki arra kérte ma Eduard Heger ügyvivő miniszterelnököt, hogy vonja vissza Martin Klusz jelölését az európai számvevőszékbe. Heger Brüsszelben tartózkodik az uniós csúcson, melynek szünetében röviden nyilatkozott a szlovák jelölt sorsáról is. Pénteken egyeztetnek arról, hogy visszavonják-e a jelölést. A szlovák társadalom változik, mutatják az országos felmérések. És nem csak azok, amelyek a populista és szélső jobboldali politikai pártok támogatottságának az erősödését mérik, hanem azok a felmérések is, amelyek átfogóbbak, és az értékek mellett számos a társadalomban rezonáló témára kérdeznek rá. Ma, amikor megérkezett Ukrajnába az első négy odaajándékozott MiG-29-es vadászgép, egy újabb felmérés részletesebb adatai is napvilágot láttak, amelyből szintén az olvasható ki, hogy az ország az elmúlt időszakban változik, és nem az előnyére. Ukrajna és az ukrán menekültek megsegítését még mindig az ország nagyobb része támogatja, de a részletekre irányuló kérdések már felfedik, hogy a szimpátián és támogatáson már megjelentek a repedések. A korábbi elszántság és szívosság lassan kezd elpárologni, és megmutatkozik, hogy a társadalom mennyire óckodik mindentől, ami idegen, különösen ha ukrán. Az ország kétharmada véli úgy, hogy a kormány többet tesz a menekültekért, mint a saját állampolgáraiért és bőven több, mint a fele gondolja azt, hogy az ukrán menekültek gyengítik a szlovákiai gazdaságot. Derül ki az EU által finanszírozott kutatásból, amelyet Szlovákiában a Bratislava Policy Institute és a STEM ügynökség végzett. Kimagaslóan negatív az ukrán menekültek megítélése, a máshonnan érkezett menekültekkel összehasonlítva. Sőt, az orosz agresszió miatt távozni kényszerülő ukránokat az oroszoknál is nagyobb problémaként érzékeli a lakosság. A megkérdezettek 44 a mondta azt, hogy Szlovákia rosszabb hely lesz az ukránok érkezésével. Az ukránokkal szembeni előítéletek mellett a kutatás a szlovák társadalom mélyebb problémáira is rámutat. Egy elég masszív idegenellenesség van jelen. A kutatásban részt vettek 42 a szerint az idegenek veszélyt jelentenek a szlovák kultúrára. 26 nem fogadna el egy más országból érkező főnököt. Eléggé megváltozott a háború kitörése óta annak megítélése is, hogy Szlovákia nyújtson-e pénzügyi segítséget Ukrajnának. A megkérdezettek 42%-a elutasítja a pénzügyi segítségnyújtást az ukránoknak, és ezzel a mutatóval Szlovákia a sereghajtó az Unióban. Még az erős orosz propagandának kitett Magyarországon is jobb a helyzet. A társadalomban jelenlevő erős bizalmi deficit a másikkal, a mássággal szemben még sok problémát fog okozni, nem csak politikai vonatkozásban. Meglátásunk szerint azonban a kutatásokból idézett számok tovább romlanak majd a közeljövőben, mivel az előrehozott parlamenti választások kampánya hosszú, fárasztó és mocskos lesz, és ebben kitüntetett szerep jut a háborúnak és a menekült Sajnos ezen a téren nagyítóval kell keresni azokat a szlovákiai magyar politikusokat, akiket a morális iránytűjük még nem hagyott cserben. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfót tartott, amelyen kijelentette, hogy Magyarország nem tartóztatná le Vladimir Putyin orosz elnököt, aki a hágai bíróság döntése után nemzetközi körözés alatt áll. Az indoklás szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság egyezménye nincs kihirdetve Magyarországon, mivel ellentétes a magyar alkotmánnyal. Gulyás emlékeztetett, Áder János ezt már korábban többször jelezte, és úgy véli, az orosz elnökre kiadott elfogató parancs a háború eszkalációjához vezet, és nem a békét segíti elő. A miniszter leszögezte, hogy Magyarország számára Oroszországot illetően az a legfontosabb, hogy garantálják az energiaellátást. Bakóbe a jogász a Gemist hírlevelében levezetti, miért nem mond igazat Gulyás miniszter a letartóztatással kapcsolatban. A jogászérveléséből kiderül, hogy Magyarország még 2001-ben, épp az első Orbán kormány alatt az országgyűlésben ratifikálta a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumát, azaz ennek értelmében Putyint igenis le kellene tartóztatni. Dmitri Medvegyev volt orosz elnök ma kijelentette, hogy Putyin letartóztatására tett kísérlet egyet jelent egy Oroszország elleni hadüzenettel, és súlyos következményekkel járna egy ilyen lépés. Putyin szövetségese azt mondta, minden olyan kormány székhelyét megtámadják, amelyik ezzel próbálkozna. Németországgal példálózott a korábbi orosz elnök. Ha az atomnagyhatalom vezetőjét letartóztatnák Németországban, akkor ez egy hadüzenet lenne az orosz föderációnak, és ebben az esetben az összes rakétájukat a Bundestagra, a német kancellár hivatalára irányítanák. Putyin ellen a hágai székhelyű nemzetközi büntetőbíróság adott ki elfogató parancsot, mégpedig az ukrán gyerekek Oroszországba deportálása miatt. Érdekesség, hogy olyan nagy hatalmak, mint az amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Kína vagy India nem ismerik el a hágai bíróság joghatáját. Azonban, ha az orosz elnök olyan országba látogatna, amelyik tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, 123 ilyen ország van, akkor kötelesek lennének letartóztatni és kiadni Putyint. Bár ügyes manőverezéssel Putyin elkerülheti, hogy olyan országba látogasson, ahol a letartóztatás fenyegetné, de a Kreml mégis ellenséges lépésként tekint az elfogató parancsra. Többen úgy értelmezték ezt a tettet, hogy ellehetetleníti a tárgyalást az orosz elnökkel. Hétfőn írta meg a Bloomberg, hogy az uniós tagállamok közös nyilatkozatot akartak kiadni a Putyin ellen kiadott nemzetközi elfogató parancs hírére, amelyre azért nem került sor, mert Magyarország megvétózta azt. Majd ezt követően Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a saját nevében adott ki nyilatkozatot. A magyar kormány szerint ők nem vétóztak, csak ellenezték azt a nyilatkozatot, amelyen az összes tagállam szerepelt volna. Orbán Viktor orosz pártisága felől már senkinek nincs kétsége az Unióban. A valós motivációt illetően még vannak találgatások. Hírek egy mondatban. Ulf Kristersson, svéd miniszterelnök magyarázatot vár Budapestől arra, hogy a magyar parlament miért halasztja el a svéd NATO csatlakozás ratifikálását míg Finnország csatlakozásáról a jövő héten, március 27-én szavaznak. Magasabb bérekért tüntettek a pozsonyi szlovnaft alkalmazottai. A demonstrációra nagyjából 200 ember érkezett. A Komáromi Jókai Színház pénteken mutatja be Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián, a Pál utcai fiúk című zenés Szlovákia átadta az első négy 29 es vadászgépet az ukrán fegyveres erőknek. A gépek már el is hagyták Szlovákia területét, közölte Jaroszláv Nagy, megbízott védelmi miniszter. A választási törvény módosítását tervezi a Fidesz, derült ki a mai kormányinfón. Szeretnék megakadályozni, hogy a jövőben a választásokon jelölő szervezetek külföldről kapjanak támogatásokat a kampányra. Két személy továbbra is őrizetben van Daniel Tupi meggyilkolásának ügyében. Erről Hamran István országos rendőrfőkapitány beszélt mai sajtótájékoztatóján. A kilenc gömöri falu jelenlegi és volt polgármesterei közül heten bűnösnek vallották magukat ma délelőtt, a bazini specializált büntetőbíróság bírája előtt, de nem kívántak vallomást tenni. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Kovács Magdaléna vagyok, a viszonthallásra holnap.